Maja Lönde, Hónővér, kilencedik fejezet Megfordultam, hogy rálássak a bejárati ajtóra, és hátvig éppen akkor lépett ki rajta. Egy hatalmas virágos táskába összecsomagolt mindent, amire szüksége lehet, ami bizony nem tűnt kevésnek, és fülig ért a szája. Noel, ne haragudj, hogy eddig tartott. Még sosem jártam az úszodában, és nem tudtam biztosan, mi kellhet. Minden esetre most már kész vagyok. Remélem nem el meg az unalom, Noel. Noel, merre vagy? Hedvig elindult az ösvényen, és arra gondoltam, hogy most majd észreveszi a férfit, meglátja azt a furcsa öreg fickót. Ahogy a férfinak is észre kell vennie őt. Em nem történt semmi, csak annyi, hogy Hedvig újra a nevemet kiáltotta. Noel, nem úszni készültünk? Gyorsan felpattantam. Hedvig az ösvényen állt, kezében a nagy virágos táskával, és kérdő tekintettel nézett rám. Az öreg fickó viszont megint eltűnt. Megfordultam, elnéztem az úton mindkét irányba, de nem láttam sehol. Várj csak egy kicsit, mondtam Hedvignek. Kiszaladtam a kapun, majd elfutottam az utcasarokig, hogy ott is megnézzem. De ott sem volt senki. Biztos ijedtem Hedvighez. A férfi nyilván gyorsan és csendben távozott. Nagyon dühített, hogy így megszökött. Mi az? kérdezte Hedvig. Már megint az az öreg? mondtam. Miféle öreg? Biztos emlékszel rá az, aki tegnap itólálkodott a kertben. Hedvig rám nézett, úgy tűnt, mintha mondana, mondani akarna valamit, de aztán az ajkába harapott. Kulcs is volt nála, tettem hozzá. Kulcsa volt a házatokhoz. Hedvig lehajtotta a fejét, maga elé bámult a hóba. Neked tudnod kell ki az, vélekedtem. Éreztem, hogy még jobban elragad az indulat, nem csak a férfi miatt, hanem Hedvig miatt is, aki egyszeriben ilyen titokzatos lett. Hiszen kulcsa is van, mondtam. Hedvig végre felpillantott. Lehet, hogy tudom ki az, mondta lassan. Nagyon komoly képet vágott, és a tekintetében megjelent valami, amit addig sosem láttam. Félelem. Igen de lehet, hogy nem mondhatom el neked. De hát miért? Félsz tőle? Lehet, hogy azt sem akarom elmondani, miért. De hát mi van ezzel a férfival? Hogy, hogy van kulcsa ide? Hedvig tett felém egy lépést, aztán ledobta a hatalmas táskáját a hóba, és átölelt. Noál, mondta, nem mondhatok el neked mindent. Még nem de remélem, azért még a barátom leszel. Eszembe se jutott, hogy ne lehetnénk barátok, feleltem, de nem félsz, hogy van gulcsa és be tud jutni a házba? Nem, motyogta Hedvig, bele a kabátomba. Nem, nem félek. Attól nem. Akkor miért nem mondhatod el? Firtattam. Kérlek, ne kérdezősködj tovább, mondta. A szabadat adod, hogy nem félsz tőle? Hedvig bólintott. A szavamat adom. De nem úgy tűnt, hogy tényleg úgy gondolja. Ha egyfajtában retteg miatta, ha az a férfi bármikor bejuthat, és Hedvig egyedül van, de többet nem mondhattam, mivel Hedvig megigazította a sapkáját, és úgy nézett rám, mintha mi sem történt volna. Indulhatunk. Elvégre úszni készültünk. Ó, alig várom már, hogy megtanuljam. Mehetünk, Noel. Igen, feleltem. Azt hiszem mehetünk. Hurrá! A karácsony közvetlenül megelőző időszak lévén csendes volt az uszada. Nyilván mindenki javában rohangált az üzletek és kézműves műhelyek között, mézes kalácsot csütött és fát vágott az erdőben, meg a karácsony előtti szokásos kellemes dolgokkal foglalkozott. Így hetviggel szinte az egész medence a volt. A sekély mentem be a vízbe. Hedvig habozott bemászni. Láttam rajta, hogy didereg. Először meg kell szoknod a vizet, mondtam. Ó, felelte. Óvatosan lemászott a lépcsőn. Hideg, állapította meg. De nem harap, feleltem. Mivel apa is mindig ezt mondta nekem, amikor úszni tanultam. Majd meglátjuk, válaszolta Hedvig. Meg fogod szokni, nyugtattam meg. Ereszkedj bele, amíg a víz az álladig ér. Hedvig bólintott, de nem moccant. Gyerünk már, így, mondtam, és megmutattam. Csak hall is be a térdetet. Lassan ő is belemerült a vízbe. Ott guggoltunk mindketten a víz, ala, az a, víz az állunkat nyalogatta. Most pedig vegyél levegőt, és buk le a víz alá, mondtam. Nem, ellenkezett Hedvig. Mi lesz, a víz kerül a tüdönbe? Ugyan már, Egyintettem. A víz alatt nem kell levegőt venned, viszont fújhatsz buborékokat. Lebuktam, hogy megmutassam. Nem maradtam láncsokáig, mert azt akartam, hogy neki is könnyűnek tűnjön. Amikor pedig a felszínre értem, mosolyogtam. Látod? Egyszerű, mint a pofon. Õhöm, hűmögött Hedvig. Végül aztán nagy levegőt vett, és lebukott a víz alá. Azt hittem, azonnal fel fog bukkani, de csupán néhány apró buborék jött fel a felszínre. Hedvig a víz alatt maradt, és még mindig. Aztán egyszer csak kiugrott elém. Csorgott a víz a hajáról, amely vöröses barna sisakként borult a fejére. Láttad ezt? kérdezte hangosan nevetve. Sikerült! Tett még néhány próbát, aztán javasoltam, hogy menjünk ki a medence szélére. Már is? kérdezte, és csalódottnak tűnt hiszen sikerült. Gyakorolnunk kell a lábtempót, magyaráztam. Hedvig gyorsan tanult. Egy darabig nézte, hogyan csinálom, aztán lefeküdt mellém a padlóra, és utánzott. Nagyon ügyes vagy, bíztattam. Egyszer csak úgy éreztem olyan a hangom, mint apáé. Ő is így szokott dicsérni, amikor meg akart tanítani valamit. És tisztában voltam azzal, hogy a bátorítás segít. Már senki sem tanít jobban, mint apa, ha már ennyire jól megy, mondtam, visszamehetünk a vízbe. Igen, újjongott Hedvig. A lábaddal úgy tempóz, ahogy mutattam. A karodat meg így mozgast. Megmutattam a gyorsúszás kartempóját. Így kérdezte, miközben utánam csinálta. Pontosan helyes helyeseltem. Hajszára így kérdezte. Hajszál pontosan így feleltem. Most pedig dőlj előre, és egyszerűen kezdj el úszni. Felfeküdtem a vízre, és megmutattam, hogyan kell. Erősen elrugaszkodtam, és nagy mozdulatokkal úsztam, ahogy apa tanította azon a nyáron, amikor hét éves lettem. Megtettem néhány métert, majd visszatértem Hedwighez. Könnyű, mondtam. Könnyűnek tűnik, ismerte el. Menni fog, bíztattam. Egészen elképesztően jól fog menni, lelkesedett. Aztán belevetette magát a vízbe. Egyszer csak eszembe jutott, mennyire nehéz volt megtanulni úszni, és hogy mennyire boldog voltam, amikor végre sikerült, majd kiugrottam a bőrömből. Talán Hedvig is ezt éli most át, a mázista. De a tanárának lenni is jó érzés volt. Emlékezetem szerint ez volt az első alkalom, hogy valaki más tanítok meg valamire. Rendszerint fordítva történt. Valaki más, többnyire egy felnőtt, apa vagy anya, vagy egy tanár, tanított engem. Most viszont én lettem a tanár, és bizonyos értelemben én feleltem Hedvigért. Ha nem sikerül neki, az az én hibám. Éreztem, hogy veresz szívem. Őszintén reméltem, hogy meg tudja csinálni.